az óvoda, ezért is járok oda. Itt volt rá az alkalom, elmeséltem egy napon. Utolsó verseiket szavalják ezek a lepke csoportos gyerekek. Szeptember 1-én ők már az iskolapadban ülve barátkoznak a betűkkel, számokkal. Az Ácsi Bóbita óvodában két telephelyen, 10 csoportban összesen 250 kisgyermeket nevelnek. Az intézmény nevelő testülete magas szintű nevelői munkát végez, ezek hiánytalan teljesítéséhez járult hozzá városunk önkormányzata több óvodafejlesztés megvalósításával, melyek az elmúlt években valósultak meg az Ácsi óvodában, azonban a pandémia miatt nem kerülhet el sor a beruházás ünnepélyes átadására. 3 éve óvodavezetőként már én vagyok a felelős azért, hogy a ránk bízott gyerekeket a kornak megfelelő modern, biztonságos és esztétikus környezet vegye körül. Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert polgármester úr a jó gazda gondosságával segíti azon elképzeléseimet, törekvéseimet, amelyek az óvoda épületének, használati tárgyainak megújulására irányulnak. A jelenlegi projekt a közétkeztetés fejlesztésére irányuló pályázati forrás felhasználásával valósulhatott meg. A pályázat megírása és benyújtása még Vargáni Vasvári Klára óvodavezetői munkájához köthető. De a megvalósításban már nekem jutott szerep, és ennek nagyon örülök. Annál is inkább, mivel már úgy gondoltuk, hogy a megvalósítás talán egyáltalán nem is lesz lehetséges. Amikor aztán megszületett a pályázat elbírálásának számunkra kedvező, pozitív döntése, nagy örömmel kezdtünk meg a munkát, ami mostanra teljesen elkészült. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek azt a sok munkát, amit a projekt megvalósítása érdekében végzett. El kell mondanom, hogy az intézményünkben közel 250 kisgyermeket nevelünk, és az előzetes létszámadatok azt mutatják, hogy a születések és a beköltöző családok száma folyamatosan emelkedik. Nagyban köszönhető ez a kormány jelenlegi kedvező családtámogatási politikájának. A település gyermek létszámának növekedése előrevetíti számunkra a következő feladatot, ami nem más, mint a csoportszobák számának emelése, ami feltétlenül szükséges lesz ahhoz, hogy minden családnak segíteni tudjunk gyermekük óvodai elhelyezésében. Azoknak a családoknak is, ahol valamilyen lemaradással, hátránnyal, fogyatékossággal küzdő gyermeket nevelnek. Számukra szeretnénk olyan alacsony létszámú gyermekcsoportot indítani, ahol helyben tudjuk biztosítani a fejlesztésüket. Héreginé major Ilona köszöntő gondolatai után a fenntartó az önkormányzat részéről dr. Szentirmai István polgármester ismertette az óvoda saját erőből, illetve pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseit. 2 öltöző és a hozzájuk tartozó vizes blokk teljes körű felújítása történt meg, csak nem 10 millió forintos önkormányzati támogatásból, és több mint 3,5 millió forintból lecserélték egy csoportszoba padozatát és bútorait is. Egy líderes pályázatnak köszönhetően pedig csaknem 16 millió forintból újult meg az intézmény főzőkonyhája, illetve a konyha működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre kerültek. Először a saját erőből megvalósított beruházásról szeretnék beszélni. Ez 2019-ben történt, amikor is 2 öltözőt a hozzátartozó vizes blokkokkal együtt újítottunk fel. Ez olyan teljes felújítás volt, hogy a szennyvíz, a vízvezeték, az elektromos áramtól kezdve minden újra lett cseréve, a új szerelőbeton és padozat lett kialakítva, ennek a burkolása, a csempéknek a feltétele, ez mind hozzájárult ehhez, és a villanyvezetékeknek a cseréje is. Mindez 9 millió 831 ezer forintba került kereken. Minden mellett még az egyik csoportszobában, ahol annyira el volt használódva már a
padozat, illetőleg a műpadló, annak a cseréje is megtörtént, és ugyanez a csoportszoba kapott új bútorokat is. Ez 3.609.000 forint volt. Mindkettőt saját forrásból az önkormányzat biztosította. A következő, immár megvalósult pályázatnak sokkal hosszabb ennél a története, ugyanis Ácsváros önkormányzata 2017 évben nyújtotta be a pályázatát a helyi termékértékesítés szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című LEADER VP67217413-17 pályázat kapcsán a Bóbita óvoda tálaló konyhájának és szociális helyiségének felújítására, valamint eszközbeszerzésre. Az eszközbeszerzés keretében nagyobb részt a konyha működését és fejlesztését biztosító eszközök kerültek beszerzésre, többek között főzőzsámolyok, hűtő, mosogató, rozsdamentes tálaló asztalok, konyhabútorok és sok egyéb kisebb értékű, de a tálalásban és a gyermekek étkeztetésében fontos eszköz. Emellett kicserélődött egy csoportszobába az asztal és a székgarnitúra is, valamint udvari gyermekpadok és asztalok is beszerzésre kerültek. Cserélésre kerültek a konyha és a kapcsoló szociális helyiségek világítótestei, vezetékrendszere, illetőleg az elavult, több helyen feltörezett csempével és járólappal rendelkező mosdók és mellékhelyiségek teljesen megújultak. Így ismét használhatóvá váltak. Ugyancsak több éves problémát oldott meg a gazdasági bejáratnak a megújítása is, melynek keretében új ajtó került beépítésre, valamint a lépcső és a folyosó is új burkolatot kapott, ami az ételbeszállítást az óvodában megkönnyítette és baleset veszélyt bizonyos mértékig kiküszöböli. Fontos kiegészítése volt, mint előbb már említettem, a napkollektoroknak a felszerelése a tetőre, illetőleg a napkollektor melegvízrendszerének összekötése a már meglévő melegvízrendszerrel, ami tulajdonképpen a konyhának a mosogatóvíz, illetőleg az egyéb esetekben szükséges melegvízellátást segíti megújuló energiával. A projektek bemutatása után térségünk országgyűlési képviselője Cunyiné dr. Bertalan Judit szólt a közönséghez, aki hangsúlyozta, fontos lesz a jövőben egy bölcsöde kialakítása is Ácson. Nagy dolog ez. Ha most így összeszámoltuk volna gyorsan fejben, hogy a város mennyit költött önerőből, a líderes pályázatból mennyit sikerült az óvodára fordítani egy nagyon okos megoldással, hiszen a közétkeztetést megújító vidéki élelmiszerláncoknak a fejlesztése, ennek a vidékfejlesztési programnak a vezér gondolata. Ez nagyon praktikusan egyébként, és nagyon helyesen a legfontosabb egészséges étkezésre nevelő intézményre fordították, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez egy nagyon ügyes, nagyon jó szakmai gondolat volt. Amit azt gondolom, hogy ez maga is összességében, ha jól emlékszem, egy de a 21 néhány millió forint bőven megvan, ami az önerős, saját forrásos felújítás és a líderesből valósulhatott meg. És ehhez még most érkezik egy hazai forrású támogatás, amit ugye időben, a következő esztendőben tud megvalósítani az önkormányzat. Én azokkal a törekvésekkel és azzal a jövőképpel értek egyet, amit óvodavezető asszony is megfogalmazott, és polgármester úr is, ami részben az ácsi családok és az ácsi fiatalok gyermekvállalási kedvének a gyarapodásából fakad, tehát több gyermekre számítunk Ácson is, és a bölcsőde óvoda együttes vagy közös működésének és épületben való elhelyezésének a megoldása, és ennek a közös elhelyezésnek a kiváltását szolgáló nagyobb projekt. Én azt gondolom, hogy Ácsvárosa nem csak lakosságszámban, nem csak lehetőségeiben, nem csak a probléma megoldásához vezető úton, de abban kell, hogy érdekelt legyen, és abban kell, hogy megoldást kapjon a jövőben, hogy bölcsődei intézmény, mint a legkisebb gyermekeknek az elhelyezését szolgáló
gyermekek napközbeni gondolkodását szolgáló intézmény tudjon megvalósulni. Az óvodában elvégzett fejlesztéseknek tehát itt még nincs vége. A jövő évben tovább folytatódik a korszerűsítés, hiszen a belügyminisztérium kötelező önkormányzati feladatellátást biztosító intézmények fejlesztése, felújítása keretében mintegy 22 millió 800 ezer forint támogatásból az óvoda energetikai és fűtés korszerűsítése, valamint nyílászárójának cseréje fog megvalósulni, mely megkívánja a villamos hálózat teljes felújítását is.